Fólia helyzetjelentés. Sziasztok! Idestó egy hete van már fönt ez a fólia. És hát türelmetlenül vártam, hogy mi fog történni. A végeredmény az majd leghamarabb tavasszal fog persze kiderülni, mert az időjárástól is nagyon sok minden függ, hogy kint mennyire párás szüttyös az idő, de eddig lekopogom. Uh, egy bíztató a helyzet. Az történt ugyanis, hogy uh, ugye felraktam ezt a fóliát, és közben párhuzamosan elkezdtem veszettül szilózni, mert voltak még ilyen illesztési nyomok, ha megnézzük, ott végig vékonyan ki lett nyomva szilóval, hát ott volt komoly nagy uh, hasadás is, de ezekkel úgy voltunk, hogy mi megszoktuk már ezeket, hogy ott vannak, meg ilyen, hogy most mondjam, tehát így hozzátartozott a természetes dologhoz, hogy nincs itt minden hajszál pontosan illesztve, tehát hogy ez egyfajta természetesség a fának, hogy itt, ott, amott rés van. De most elkezdtem ezeket szilóval kinyomni, minden ilyen rést, és hát itt füleltünk, veszettül füleltünk. Én ugye éjjel amúgy is éber alvó vagyok, úgyhogy most még rosszabbul aludtam, mert minden egyes recsenésre, zörgésre, csattanásra figyeltem, KH-ra, mindenre, hogy hallom-e, hogy valahol zörög, mert egyébként ez elég zörgős ez a papír, tehát hogyha ez így hozzáérsz, ez zörög, kinyitjuk az ajtót, jön megy a szél akkor is hallani, hogy zörög. Tehát egyrészt azt gondolom, hogy ha erre csöppenne csöpp, akkor azt meghallanám, de ha nem is hallanám meg, egy idő után ugye nem mozog ilyen könnyedén, nyitom az ajtót, mozgatja az egész, tehát hogy igazándiból nem hiszem, hogy nagy súly van rajta, plusz, ami viszont biztosan beválna, hogy én a tűzéseket nem ragasztottam le. Ugye szakjelenül azt mondta, hogy le kell ragasztani, de itt nincsenek leragasztva, tehát igazándiból ott van a lyuk a tűzéseknél, jó, az ott most pont a legmagasabb pontja, de azért van, elég sok helyen meg van tűzve, tehát igazándiból, ha itt nagyon jönne a víz, akkor ha nem is hallom, nem is vesszük észre a fólia mozgásából, de azért a víz való utat talál magának, vagy a tűzésnél, vagy ott akkor lefolyik a szélén, tehát valahol utat kéne találnia magának, és hát ides a egy hete, itt a víz nem talált utat magának. Én azt nem halka mondani, hogy nem folyik. Plusz, ezzel párhuzamosan a gyerek szobában elkezdett viszont elég sok felé jönni, és ez is alátámoztotta azt az elméletet, hogy feltehetően, ugye most a meleg levegő, párás levegő ott próbált ugye följutni, és ott csapódott le jobban, úgyhogy a gyerek szobában is elkezdtem körbe szilózni mindent, hogy ha majd jön egy kis szárazabb szeles idő, akkor a tetét is rá lehessen takarni majd, de hogy egyébként ott is mindenféle ilyen nyílást megszüntessek. Hát ott voltak, most igyekszem a nem nagyon bekémkedni, mert hát a gyerekszobája, plusz a is rumli van ott, voltak azért ott is nyílások, volt ami eredetileg is volt, volt ami az idők folyamán mondjuk, ott az ablak fölött fölül volt egy ilyen vastag lett az elmúlt pár évben. Valahol arra fele a ház, mert így nőtt a rés rajta, ott van a beton is egy repedés. Azt már is le akartam takarni idővel takaró létszer, hogy ne látszódjon az a csúnya nagy hát azt is kinyomtam. Hát most most tartok 6 flakon szilónál, nem csak itt, meg ott. 2800 egyébként már egy, egy neutrális sziló, de elkezdtem már a konyhát is szilózni, majd minyáról is mesélek. De eddig hat flakonnál tartok, feltette még kettő fog jönni. És hát azért azt vettem észre, hogy miközben szilóztam a szobát, ezek a csöpögések a gyerek szobában egyre inkább elmentek abba a fal irányába, ami ugye a konyha fürdőszoba falak. Most így jövök, hogy itt ne nagyon leplezzem le a gyermek szobát. Tegnap ezt is, most már nem csöpögött itt se két napja, e, itt középen, úgyhogy tegnap én ezt is lezártam, megfigyelés alatt vagyunk, hát a lámpát le is szedtem, úgyhogy most csak a kis lámpa világít, és igaz, Andi tehát itt most egy emeletes ágy van, de ezt nem fogom mutatni, ott abból a kiugró fal részből, abból csöpögött még ott a végén, e, mi nap, itt is végig lett nyomva szilóval, nem nagyon látszik, de ott az az illesztés, tehát a legutolsó kis csíkot is mindent kinyomtam szilóval, és plusz ez be takarva, hát az már Isten igazándiból a határoló fala a konyha fürdőszobának. Tehát én azt abban bízom, hogy talán a gyerekszoba sem fog csöpögni. Hát ez most már egy hete nem csöpög, ez egy napja nem csöpög. Majd meglátjuk. Most hát itt maradt ez a két helység, itt most őrült rumlival mindjárt mosogatni fogok. A konyha meg a fürdőszoba. Hát kezdjük a fürdőszobával, az talán egyszerűbb helyzet. A fürdőszoba az be volt lambériáz, amikor én már ezt megvettem, ezt a helyet. A tetején viszont OSB volt, méghozzá eléggé trágyául, ott még kicsit látszik is benne a hupli, de az lent volt kb. a tükörig. Most megint Péterkét fogom emlegetni, Voltak aki írta, hogy ne szidjam Péterkét, de én nem szidom, én emlegetem. Tehát ez nagy különbség. Hát ő volt az építő, hát nevén kell nevezni. És hát, emlékszem, hogy még itt jött ki, amikor én itt már elkezdtem ezen dolgozni, azt nem is értettem, mondta, hogy hát hogy csináltam, hogy fölment az OSB? Hát mondom, hogy csináltam volna, toltam föl abból az irányból csavarokat, aztán valami fölhúzta. Szóval valamitől belekapott. Mert fölülről nem lehetett hozzáférni a, a tetőz már akkor se, mert nincs padlástér. És erre az OSB-re én, hát ez ilyen hungarocel szerű álmennyezet, amit fölragasztottam. Tehát én azt gondolom, hogy ez azért ez, ez a hungarocel, ezen az OSB-n, ez nagyjából párazáró. Itt a széleken tud fölmenni maximum a pára. Ott ugye az ilyen illesztéseknél. Úgyhogy ezt kifogom fogom szintén nyomni, különösen ezekre a nagyobb lyukakra tekintettel. Végig kifogom nyomni. És a konyha. Ja igen, és egyébként ugye ott a falakat, Oké, okay, ott is lehet lambériai illesztés, de azért az oldalfalakat én négy réteg e, csónaklakkal lekentem, hogy a víztől végjen. Tehát azért szerintem a lambéria azért ott nagyjából e, párzáró. A konyhában, a konyha is be volt már lambériász, amikor ezt megvettem, kivéve azt a hátsó falat, az ott csak egy OSB volt, azt én lambériáztam be utána. E, itt csak három réteg csónaklak lett rákenve a, a lambériára szerintem azért az is elég jó párzár. Viszont itt vettem észre azt az érdekességet, mert hogy minap itt csöpögtünk valahol, itt táj csöpögtünk, hogy mondom, akkor azért itt elkezdtem, itt is már elkezdtem ott fönt kinyomni, ha megnézitek, elindultam végig, ki van nyomva, ott van az összes kis hupli is, ki van xilózva, de még nem értem körbe, tehát meg itt is minden kis részt elkezdtem kiszilózni, hogy minél kevésbé menjen föl, és elkezdtem, hát az ilyen helyeket is kinyomkodni és ott vettem észre, hogy a fürdőszoba fölött valamilyen, fürdőszoba, a konyha fölött valamilyen fólia van, hogy ez párazáró, -e, ezt nem tudom, de az ák helyeken be lehetett és ott, hogy fólia van mögötte. Most persze az kérdés, hogy hogy zár, mert ugye valahol itt volt egyik éven, vagy két-három éven is egymás hogy nagyon csöpögött, tehát szerintem két fólia illesztése van, vagy rossz illesztése, egy csíkba ott csöpögött a, a víz, de itt az utolsó egy méterszer egy méteres kockán, ha felnéztem a lyukakon, ott, mert itt is voltak ugye ághelyek, hol ott is, mit tudom én, itt még valahol, több helyen itt találtam, itt is. Na, ott nem volt fólia. Tehát milyen megfontolásból történt az, hogy a, a konyha jelentős részét le volt fóliázva, és az utolsó egy méterszer egy méter az nem volt lefóliázva, azt nem tudom, na ott csöpögött. Most egy rocsa csöpök, de majd meglátjuk, hogy azzal mi lesz. Szóval én azt gondolom, hogy a fürdőszobában nincs tennivaló, mivel ez a hungarocel és az OSB szerintem azért nagyjából párazáró, kinyomom a szélét, és akkor öröm és boldogság. A konyha egy jó kérdés, de itt viszont nem kéne csökkenteni már a magasságot, a belmagasságot, mert ez nagyon, euh, nagyon, nagyon, nagyon alacsony már így is. Itt nem szívesen csökkenteném a belmagasságot. Hát ugye ezeken a részeken itt most föltettem a fóliát. A terv az, az, hogy ha tavaszig ez nem fog csöpögni, semmit sem a gyerekszoba, akkor ezekre kerül lambéria. Tehát ugye voltak írt, hogy OSB-t tegyek föl, de én, vagy OSB-t eh, gipszkartont tegyek föl, de én nem szeretem a gipszkartont, már eh, láttam most a Lamberia árakat. Jézusom! Fú. Na mindegy. Szóval, eh, igen, de lambéria. Tehát itt én ragaszkodom azt, hogy fa legyen a burkolat, úgyhogy Hát majd fölmegy körbe a tetőléc, meg két a tetőléc, hogy középen is azért legyen valami a magátámaszt, hogyha nem lesz túl sűrűn, mint amilyen, nem méterenként lesz egy, egy tetőléc, és ahhoz föl lesz ö, csavarozva a lambéria. Tehát ha ez egészen, mit tudom én, májusig nem fog csöpögni, akkor már reméljük, következő ősszel nem fog. Itt tényleg mindig azon múlt tavasszal, meg össze volt ilyen probléma, nem a hideg zavarta önmagában ezt, hanem a hideg és pára. De hogyha nem csöpög ez tavaszig, akkor ezt be lehet lambériázni, és ugyanígy a gyerekszobát is. És akkor a folytatás az ennek fényében lesz, ami nem tudom még mi. Tehát ugye az egyértelmű, tehát hogyha ha, ha, ha csöpögni fog, akkor egyértelmű, hogy nem ússzuk meg, hogy akkor akár ez az árcellás púrhabbal kifújjuk a tetőteret, vagy valamivel próbálkozzunk. Ha viszont megállítottuk a csöpögést, akkor nem tudom, hogy érdemes lészene hozzányúlni a tetőst, foglalkozzak-e vele. Hát itt tart most, ez egy kísérleti projekt. Tényleg mókázunk, kísérletezünk, játszadozunk, meglátjuk, hogy lesz-e valami eredménye. De az eddigi egyhetes tapasztalat, az azt kell mondjam, hogy eddig bíztató, Rohadtul a poga ismételtem. Tehát így már magam is kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ennek a vége. <laughs>